Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat közelebb hozni önökhöz, bemutatni önöknek. Ma is ezt fogjuk tenni. Stúdiónk vendége dr. Gulyás Antal, akivel pedagógusi pályáról, egy kicsit talán a székesfehérvári tanítóképzés történetéről is beszélgetünk, de szó lesz a kézműves foglalkozásról és számos érdekességről. Jó estét kívánok! Talán megengedi Tóni bácsi, hogy Tóni bácsinak szólítsam. Így van, és tegeződünk. És talán tegeződhetünk is a nézőktől, ezért már most elnézést kérek, de mi nagyon régóta ismerjük egymást. És ahogy a beköszönőmben mondtam, a pedagógusi pályáról is fogunk ma beszélgetni, hiszen azon kevesek közé tartozik Tóni bácsi, akik Fehérváron még megtapasztalhatták a tanítóképzést, a tanítóképzőnek a hatását. Hogyha jól emlékszem, akkor az utolsó tanítóképzős osztályba járt. Így van, így igaz. Én 1954-ben kerültem ide Székesfehérvárra a tanító nőképzőbe. Mi voltunk az első fiú osztály, akiket felvettek, és sajnos mi voltunk az utolsó osztály, akik itt végeztünk 1958-ban. Nagyon jó iskola volt, igen sokat tanultunk az itt tanító tanárainktól, különösen a gyakorlóiskolai tanítóktól, akik bevezettek bennünket a tanítói munka rejtelmeibe. Mennyiben volt ez más akkoriban a tanítóképzés, mint mondjuk most napjainkban? Mi volt az, ami alapvetően más volt? Talán az egyik momentum az, hogy mi egy épületben voltunk a gyakorlóiskolával. A mai fehérváriak már nem biztos, hogy tudják, Ady Endre utca 17, ma mezőgazdasági szakközépiskola, ez volt a tanítóképző. És a földszinten volt a gyakorlóiskola, illetve még az első emeletnek egyik részén a 7.-8. osztályosok jártak, és az első emelet másik részén volt a tanítóképző, és a második emeleten. Tehát egy épületben voltunk, együtt éltünk azokkal a gyerekekkel, akiket nap mint nap láttunk, hospitáltunk az osztályokban, és tanítottunk is. Természetesen a tanítóképzős tanáraink irányításával, valamint a gyakorlóiskolai tanítók segítségével. Hány évesen került az iskolába, illetve mekkora kihívást vagy felelősséget jelentett ez akkortájt önnek? Hát mi 14 évesek voltunk, mint ahogyan ma is egy 8. osztályos gyerek elhagyja az általános iskolát, mi is elhagytuk, és bekerültünk ide a tanítóképzőbe, és 4 éven keresztül, nap mint nap folyamatosan, reggeltől délutánig, 1-ig, 2-ig, 3-ig, mikor mennyi volt az óráinknak a száma, ott voltunk a gyermekek közelében. Hospitáltunk, az azt jelentette, hogy látogatási szempontokat kaptunk a tanárainktól, jegyzetelni kellett, megfigyeléseket kellett tenni. A mi helyünk a tanterem utolsó padja volt, bennünket kis tanítóbácsiknak szólítottak a gyerekek, persze a lányokat kis tanítónéniknek, és ott éltünk velük, és meg kellett figyelnünk mind azt az apró kis rezdülést, ami egy gyermekcsoportra jellemző. Ezt le kellett írni, szépen ki kellett dolgozni, utána be kellett adni a pedagógia szakos tanárunknak, aki a gyakorlóiskolai tanítóval együtt értékelte a mi megfigyelésünket. Voltak jók, meg voltak kevésbé jó megfigyeléseik is, mindaddig, amíg föl nem kerültünk a harmadik, negyedik évfolyamba, ahol már szinte hetente egy-egy órát vagy többet is tanítottunk. Ez jelentette a mai képzéshez képest az előnyt, hogy mi nagyon sok órát tanítottunk. Tehát gyakorlati rutinra tettek szert? Természetesen. Nem volt olyan tantárgy, amiből mi ne tanítottunk volna. A tanítóképzés úgy épült fel, hogy az általános iskola alsó tagozatában tanítandó tantárgyak mindegyikének a módszertanát meg kellett tanulni. Vagy hogy mondjak egy példát, például az általános iskola 1-4 osztályának énektananyagát nekünk szöveggel szolmizálva tudni kellett énekelni. És ez nagyon fontos dolog, mert a gyerek 4 éven keresztül, hát ha nagy felmenőrendszerben tanítanak az iskolákban, akkor 4 éven keresztül ugyanannál a pedagógusnál ült, tanult, és ez óriási hatással is van a gyerek személyiségének a fejlődésére, nem beszélve az intellektuális fejlődésről. Az imént azt mondta Tóni bácsi, hogy
kevesen tudják, hogy ott volt az az iskola, azért mégiscsak erről jelzi, vagy tájékoztatja őket emléktábla is például, hiszen azért találkoztunk mi már ott az iskola sarkánál, amikor megemlékezést szerveztek az egykori évfolyamtársakkal, hozzátartozókkal. Ez fontos az akkoriak számára? Igen, mi úgy éreztük, a mi osztályunk helyezett el egy 50x70 cm-es márványtáblát, amire följegyeztük, hogy itt szűnt meg a székesfehérvári tanítóképzés, rajta az, hogy alapvetően Fehérváron nem itt kezdődött, hanem az István téren, ahol ma a megyei levéltár foglal helyet, ott kezdődött a tanítóképzés 1930-ban is, 1959-ben itt az Adender utca 17-es számú épületben ért sajnos véget a székesfehérvári tanítóképzés. Bár ma is meg lenne, gondolom nagy haszna lenne ebből Székesfehérvárnak is, meg Fejér megyének is. Aztán az iskolapadból milyen út következett? Mi volt az, ami mondjuk például a Vörösmarty Mihály általános iskola igazgatói székébe vezette? Hát nagyon hosszú volt ez az út. Amikor bennünket tanítottak a tanítóképzőben, nap mint nap folyton azt hallottuk, hogy ti pusztai, tanyai, kisfalusi tanítók lesznek. És így készítettek föl bennünket azért, hogy ne érjen meglepetésként bennünket az, hogy valamelyik puszta iskolához kerültünk. Sajnos volt benne részünk. Utólag mondom sajnos, akkor volt sajnos, mert ugye egy székesfehérvári Ady Endre utca flasztertől elkerülni egy olyan pusztára, ahol az igazgató azt kérdezte, hogy gumicsizmád van, mondtam, nincs igazgató, mert Fehérváron nem kellett. És ez már eleve meghatározta a mi körülményeinket. De többen kerültek bennünket, nagyobb községekbe is közülünk, osztálytársaim. Később aztán helyreigazottunk, de ott kezdtük a tanítást, ahol igencsak meg kellett kapaszkodni ahhoz, hogy jól tudja az ember a munkáját végezni. Voltak összevont osztályok, részben összevont osztályok, és erre bennünket kiképeztek, hisz amikor a tanítóképzőbe jártunk, emlékszem rá, a szárazréti Farkasvermi úti iskolában volt részben osztott osztály, meg Pettenre jártunk ki, ott volt összevont osztály, ahol mi megtanulhattuk azt, hogy hogyan kell egy tanteremben több osztályt egy időben tanítani, mit kell tennie a tanítónak ahhoz, hogy a munka jól, zavartalanul, meg még hasznosan is, eredményesen is folytatódjon. Hát így kerültünk ki, de akkor nem volt választási lehetőségünk, hogy én ide vagy oda szeretnék menni, mint ahogyan ma van egy pályázati rendszer, hanem megmondták, a megyei művelődési osztályon kijelölték, hogy ki hova fog menni, tetszett, nem tetszett, akart, nem akart, oda kellett menni. Hát én is egy nagyon kicsi kis faluba kerültem, ott éltem néhány évig, míg aztán sorkatonai szolgálatra behívtak, és amikor leszereltem, akkor a helyemet ott már természetesen 3 évig nem tartották üresen, aztán tovább kerültem. Én előszállás Dániel telepen tanítottam, eléggé kicsi hely, de onnan aztán elkerültem Ercsibe, és ott éltem hosszabb ideig. És akkor onnan került Székesfehérvárra vissza? Ercsiben, én elvégeztem a tanítóképzőt, én szerettem volna a tanárképző főiskolára jelentkezni, de akkor olyan rendelet volt, hogy azokat a fiúkat, akik még nem töltötték le a sorkatonai szolgálataikat, addig nem vették föl főiskolára, mert ha netántán mégis fölvették volna, akkor a sorkatonai szolgálat alól fölmentették őket. Most ezt úgy küszöbölték ki, hogy csak amikor leszereltünk, akkor lehetett jelentkezni. Így a Pécsi Tanárképző Főiskolára kerültem, és közben ugye akkor már Ercsiben voltam, és nem sok idő múlva, 67-ben, már olyan régen volt, hogy a számokkal is zavarban vagyok, 67-ben lettem az Ercsi Általános Iskola és Gimnáziumnak az igazgatója. Fiatal voltam, nagyon nagy tantestület volt, de nagyon jó, erős tantestület. Ott nagyon sokat tanultam, azt gondolom, hogy pályám kezdetének az egyik legtanulságosabb iskolája volt számomra. És amikor 1900
73-ban megszűnt a gimnázium, akkor felajánlották nekem a megyei tanács művelődési osztályán az alsófokú iskolai csoport vezetői állását. Elfogadtam. Nagy izgalommal kerültem ide, de egy másik nagyon nagy iskola volt számomra, ahol a Fejér megye alsófokú oktatását kellett az ott dolgozó kollégáimmal együtt irányítani. Nagyon jó dolog volt ez, ott 7 évig dolgoztam, és onnan átkerültem a pedagógiai intézethez, szintén 8 évig éltem ott vezetőként, és onnan kerültem az előfeltett kérdésre a Vörösparti Mihály általános iskolához. Kértem, hogy szeretnék visszakerülni az iskolához, gyerek közelbe szerettem volna lenni. Akkor az én időmben Voksán József volt a pedagógusok szakszervezetének országos elnöke, és tőle hallottam, és talán nem egészen pontos az idézet, mindig azt mondta, hogy a pedagógus olyan, mint a szelidített farkas, mindig azt nézi, mikor haraphat. Nos, a pedagógus is mindig azt nézte, mikor kerülhet gyerek közelbe. Hát így kerültem én 1985-ben a Vörösmarty általános iskolába, és akkor a kedves nézők most megtudhatják, hogy attól kezdve ismerjük egymást. Látrányi Viki is oda járt a Vörösmarty általános iskolába. Szintén nagyon jó iskolába kerültem, jó összetételű tantestületbe dolgozhattam, ott lehettem iskolaigazgató, és nagyon sok gyereket tanítottunk. Nagyon jó volt a Vörösmarty általános iskolában dolgozni. Szerették a szülők is, a gyerekek is, azt gondolom. No, természetes dolog, hogy vannak gyerekek, akik nem szeretnek iskolába járni. Néha azt gondolom, hogy nem is olyan rossz elmélet az a gyerek szeméből, hogy nem szeretek én oda járni, mert nekem ott dolgoznom kell. Igen, de hogyha visszagondolunk mondjuk például a Vörösmarty általános iskolára, ugye ott volt egy testnevelés tagozat, volt számos fakultatív lehetőség, például különböző kézműves fortélyok, mesterségek elsajátítására is lehetőséget biztosítottak. Honnan ez a fajta kötődés a kézművességhez? Hiszen akit mondjuk Tóni bácsit most ismeri, vagy most ismerte meg, és nem mondjuk az iskolai időszakokról, vagy a pedagógusi pályákról, az a kézművesek házában gyakran találkozhat önnel. Igen. No, ez egészen messze visszanyúlik. Én kisgyerekkoromban azt gondoltam, hogy asztalos leszek. Aztán ez a gondolat valahol a mélyen megmaradt a tudatomban, és amikor már úgy jól az életem második szakaszába kerültem, akkor előkerült ismét, és elkezdtem a fával foglalkozni. Részben faragtam, másrészt meg 1980-ban Szigli bácsi, aki a Móricz Zsigmond utcában dolgozott, Fehérvár nagyon jól ismert fa esztergályosa volt, esztergált nekünk egyszer lépcsőkorlát oszlopokat, és ott álltam a gépe mellett, és kérdeztem, hogy lerajzolhatnám én ennek a szerkezetét. Mondta, hogy ne hozzon egy papírt, és rajzolja le. Megépítettem magamnak ugyanazt a méretű eszterga padot, amivel a Szigli bácsi dolgozott, és elkezdtem megtanulni a fával foglalkozni, és ma is nagyon jól esztergálunk. Különösen most az utóbbi 2-3 évben Köff Jenő az, aki bennünket nagyon nagy mértékben segít. Az ő üzemében van 6 esztergagép, fa esztergagép, ahol minden csütörtökön 2-től 6-ig ott vagyunk, és esztergálunk nagyon szép dolgokat. Nem akarnék vele dicsekedni, mert az úgy nem lenne egészen illdomos, de akik már látták a mi esztergályos csapatunknak a munkáit, bizony igencsak megcsodálták azokat. Vagy hát attól se esett kétségbe, hogyha mondjuk egy kalapácsot kézbe kellett ragadni, és a kézművesek házában kellett ott a Rácz utcában tevékenykedni, hiszen az egyesületi tagokkal együtt újították fel azt az épületet. Igen, hát annak egy külön története van, hisz amikor sok évvel ezelőtt a Rácz utcában a Tűzzel-Vassal fesztivált megrendeztük, akkor döbbentünk rá, hogy az utca bal oldalán a második háznak résre nyitva van a kapja, benéztünk és láttuk, hogy ez egy lakatlan épület, és akkor kérelmeztük, hogy hadd újítsuk fel ezt a házat, és hadd használjuk mi. Hát nagyon nagy boldogan elkezdtük, sokat dolgoztunk vele,
és most, hát nem túlzok, ha azt mondom, csodájára jár mindenki, mert kívül, belül egyaránt nagyon szép az épület, és éppen az elmúlt héten volt egy közgyűlésünk, 92-en vagyunk Fehérváron, akik kézműveskedünk ebben, sokféle tevékenységi kör van, a fonás, szövés, bőrözés, csuhé, és gyékényfonás, meg veszőfonás, a kovácsolás, sok-sok mesterség ott találkozott, és hát nekünk nem okozott nagy gondot, inkább csak időkérdése volt, hogy ezt a házat szépen rendbe tegyük, természetesen szakemberekkel is, mert nem mindent tudtunk mi magunk megcsinálni, és ha most is bármire szükség van, akkor ki a maga szakmájának megfelelően hozzányúl ahhoz, amit csinálni kell. Hát mi a fomunkával, akik faragunk, esztergálunk, a fás részeket tudjuk szépen rendbe tenni, de a szövők meg olyan gyönyörű szötteseket szőttek az ablakokra, a függönynek, hogy bizony, aki odajön, az mind megcsodálja azt. Amikor beszélgettünk, akkor arra kértem, hogy mindenképpen legyen itt valami olyan dolog, ami valamiért fontos Tóni bácsinak. Miket hozott nekünk? Hát én hoztam 4 füzetet, mert azon most átléptünk, hogy én menet közben ugye nem csak a tanárképző főiskolát végeztem el, hanem az egyetemen pedagógia szakot végeztem, és ott doktoráltam, és az érdeklődésem erősen a levéltári kutatás felé fordult, és az itt látható munkáim mind levéltári kutatáson alapulnak. Az egyik nagyon fontos munkám a Fejér megye népoktatásának története, ami 1944 és 48 közötti időszakot öleli fel. Ennek 2 oka volt. Az egyik az, hogy a II. Világháborúban Fejér megye iskoláinak nagy része elpusztult, vagy legalábbis nagyon megsérült, és ezeknek a helyreállítása, a tanítás megkezdése nem volt kis feladat. A másik része a dolognak az, hogy Eötvös József 1868-ban a 38. törvényben meghatározta, hogy a 4 évfolyamos elemi iskolát 6 osztályossá kell fejleszteni, sőt, később időkben 8 osztályossá. Erre 1940-ben került volna sor, de mindannyiunk számára ismert a II. Világháborús felkészülődés, meg már a háború kitörése, így Magyarországon a 8 évfolyamos általános iskola csak a II. Világháború után valósulhatott meg, 1948-ban. És ez a munkám ezt az időszakot öleli fel, 44 és 48 közötti időszakot, ahol megszüntették, illetve átalakították a polgári iskola 4 évfolyamának tantervét, valamint a 8 osztályos gimnáziumnak az első, alsó 4 osztályának a tantervét, ebből lett az általános iskola felső tagozatának a tanterve. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, és ebben a füzetben Fejér megye valamennyi iskolája szerepel, nagyon sok adatot gyűjtöttem össze, ez 3 éves levéltári kutató munkám eredménye. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyi ideig kellett ásni ehhez magunkat a levéltárba. Igen, nagyon sokáig kellett ezzel dolgoznom, de teljesen feltártam a Fejér megye oktatásának helyzetét 1944 és 48 közötti időszakban, és hogy 48-ban történt az államosítás, amikor is azután már szépen kifejlődött a 8 osztályos általános iskola. A másik munkám meg szintén a székesfehérvári tanítóképzőhöz kapcsolódik. Én feldolgoztam a tanítóképzés történetét itt Székesfehérváron. A pedagógus pályán dolgozók nagyjából tudják, hogy a fehérvári tanítóképzés 1930-ban kezdődött a Szatmári irgalmas nővérek gondozásában, és 59-ig, vagy 48-ban államosították, és akkor 59-ig működött, és akkor hozták létre országosan a felsőfokú tanítóképzőket, így megszűnt a középfokú tanítóképzés, és így sajnos Székesfehérváron is megszűnt. Székesfehérváron nem hoztak létre felsőfokú képzőintézményt sok ok miatt, de az országban sok helyütt igen, és hát a hozzánk legközelebb eső az Győr volt, ahol felsőfokú tanítóképző
alakult, a mi tanáraink egyik csoportja át is ment Fehérvárról, többek között a mi osztályfőnökünk is feleségével együtt a Győri Tanítóképző Főiskolára. Az érdeklődésem folyamatosan a nevelés történet felé irányult, és a harmadik munkám az a kistérségi gimnáziumok története Fejér megyében, ugyanis a Ratkó korszak idején olyan nagy volt a tanuló létszám, amiből jó lenne, ha ma is lenne még valamennyi, hogy nem csak a megyeszékhelyen, meg a járási székhelyeken működtettek középiskolákat, hanem kisebb településeken is. Így ez a kistérségi gimnáziumok Fejér megyében kötetem feldolgozza Ercsit, Velencét, Sárbogárdot, feldolgozza Enyinget, Polgárdit, és bemutattam azt, hogy 1978-ig milyen szerepe volt a kistérségi gimnáziumoknak. Én akkor Ercsiben éltem, és részletes kimutatást is készítettem erről, de más helyekről is, hogy az ercsi gimnáziumnak milyen jelentősége volt az ott élő települések körében. Ráckeresztúr, Belojanisz, Iváncsa, még Pusztaszabolcsot is érintette, Adonyt is érintette, sőt, még Pest megyéből is jártak oda gyerekek. A József Attila gimnázium Székesfehérváron volt mindig a mérce, és mi hozzá mértük magunkat, és azt láttuk és tapasztaltuk az utóbbi kimutatásokból is, ez derül ki, hogy az ott tanuló gyerekek érettségi után felsőfokú intézményekben, főiskolán, egyetemen hasonló százalékos arányban szerepelhettek, mint ahogy a nagymenő régi nagymúltú gimnáziumokban, mint a József Attila gimnázium, amelyik most a ciszterci. Van még egy füzetecském, tulajdonképpen ez egy családfa, és sokat gondolkodtam azon, hogy össze kellene gyűjteni, és ez sem volt kis munka, meg kell mondjam, mert itt meg az anyakönyvek feltárásából tudtam összeállítani a Gulyás család történetét. Amikor ezt írtam, 2005-ben jelent meg, akkor mi a Gulyás családban 360-an voltunk. Tehát nem kicsi a mi családunk, és csak mutatom, hogy a családfánk az így néz ki, tehát igen szerteágazó, és elsősorban Dunántúlon élünk, nagyrészt Fejér megyében, de sajnos már Kaliforniában is, Új-Zélandon is van a családunknak egy-egy tagja, mert hát mint oldott kéve, mi is szétszóródunk ebben a nagyvilágban. Hogyha már a nagyvilágot említette, meg a pedagógiához, a gyerekekhez való kötődését, akkor azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy rendszeresen a magyar iskolába is kijár tanítani. Hogyha jól tudom. Hát igen, ez egy megint másik, ez egy ilyen szíve csücske, másik terület. Igen, nem tudom, hogy valahol az őseim, hát bizonyára arra jöttünk mi valóban, de ugye, hogy szoktuk ezt a történelemben tanulni, tanítani, hogy mi Etelkös tájékán járunk most az utóbbi időben, Csángóföldről van szó, a keleti Kárpátoktól még egy kicsit keletebbre, a román keleti határtól 70-80 kilométerre élnek a csángók a Szeret és a Tázló völgyében, és évekkel ezelőtt, amikor nyugdíjba mentünk, egyszer egy vasárnapi újság reggeli rádió műsorában hallottuk Hegyeli Attilának, az ottani Csángó Szövetség elnökének a segélykérő felhívását, hogy jó lenne, ha magyar tanítók segítenének az ottani magyar nyelv tanításában. Mi a feleségemmel akkor elhatároztuk, hogy elmegyünk. És akkor kértük, hogy mehessünk, és egy évet ott töltünk, valahol egy szolgálati szobát biztosítsanak, és akkor hát mi részt veszünk az ott élő csángó gyerekek magyar nyelvi tanításában, de nem mehettünk, mert a román törvények akkor úgy rendelkeztek, hogy csak román állampolgárok taníthatnak. No hát, ha nem mehetünk egész évre, akkor elmegyünk egy-két hétre. És akkor így van, hogy az elmúlt években is az ottani húsvéti szünetben vagyunk ott a gyerekekkel a Magyar Házban Pusztinán,
és foglalkozunk a gyerekekkel kézműves foglalkozásokon keresztül, tanítjuk őket a magyar nyelv helyes használatára. Ők ott még a 13. 14. századi magyar nyelvet beszélik. Nagyon érdekes ez nekünk. Ilyen archaikusabb nyelv akkor ezek szerint. Rendkívül. Nagyon szeretetteljes és udvarias gyerekek. Nekünk feltűnt az, hogy ők semmit nem köszönnek meg, ha a kezébe adunk valamit, hanem odaáll az ember elé, és meghajol a szemébe néz, és mondja, hogy Isten fizesse meg. És ez egy csodálatos dolog, bár a mi gyerekeink is ennyire így, ilyen udvariasan tennék azt, amit ők ott tesznek, ezzel nem akarom megbántani az itt élő gyermekeinket, szó nincs erről, de látni kell, hogy ott ők milyen küzdelmet folytatnak a magyar nyelv megmaradásáért. Iskolában román nyelven tanulnak, óvodában is, iskolában is, de ma már eljutottunk oda, hogy heti 3 órában az iskolában is magyar nyelvet tanítanak. De azért sajnos még elhangzik, különösen egy-egy vezető részéről, hogy a magyar nyelv az egy nem igazán jó nyelv, nagyon csúnya jelzőt mondanak, én ezt most nem akarnám megmondani, és enyhén tiltják is a gyerekeket a magyar nyelv használatától. Nagyon érdekesek. Például az elmúlt évben ott kézműveskedtünk, és ott áll mellettem egy 10-12 éves kisfiú, és magyarázom neki, érti, hogy mit mondok, és látom, a kisebb fiú ott áll mellette, és nem érti. És mondom, hogy hát mondd el a barátodnak, hogy mit mondok. Azt mondja, nem a barátom, ő a testvérem. Na most a nagyobb fiúcska már szépen tudott magyarul, a kisebb meg még kevésbé. És hát mi ezt próbáljuk, az idén is fogunk indulni, már tudjuk is, hogy április 8-ától 18-áig leszünk Pusztinán, várhatóan 4-en megyünk kézműveskedni, ez teljesen a mi önkéntes vállalásunk, tehát ez semmi anyagi haszonnal nem jár, sőt, fordítva működik, de ez nem a panasz hangja, csak hogy értsék azok, akik hallják, amit én most mondok. Megyünk Pusztinára, és nagyon várnak bennünket. Hetente e-mailezünk egymásnak az ottani Magyar Ház vezetőjével, aki az elmúlt héten itt volt éppen Magyarországon a Csángó Bálon, Nyisztor Ilona, aki magyar állami díjas népdalénekes. És rendszeresen itt van Fehérváron. Rendszeresen is Fehérváron is itt van, és meg kell mondanom, hogy a pusztinai gyerekek gyönyörűen tudnak énekelni. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az ének tanítására, annak megszerettetésére. Ez ellentétben a mai magyar oktatási rendszerrel heti egy énekóra azt én kevésnek tartom, találom, de ők nagyon szépen énekelnek, és hát alig várják már, hogy érkezzünk, és akkor reggel 9 órától délután 3-ig vagyunk általában, de már általában 8 órakor kopognak az ajtón, hogy szeretnének bejönni, és akkor ott mi az általunk már előkészített anyagokkal várjuk őket, és nagy szeretettel foglalkozunk velük. Akkor mondhatjuk azt, hogy Tóni bácsinak a határidő naplója az be van táblázva a nyugdíj mellett is. Így igaz, minden napra megvan a megfelelő feladatom. Elég sok elfoglaltságunk van, de úgy érzem, hogy ez kell is az embernek. Ettől vagyunk fittek. Többször kérdezik tőlük idősebbek, hogy miért nem jöttök a nyugdíjas klubba, mert mondjuk mi még nem érezzük, hogy nyugdíjban vagyunk. Korban igen, ott vagyunk, de elfoglaltságban még nem. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, elfogadta Tóni bácsi a meghívást, és megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. A nézőknek pedig meg tudom ígérni azt talán, hogy beszámolunk folyamatosan ezekről az eseményekről. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek is megköszönöm, hogy ma is velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben. Viszontlátásra!